Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge következő része. A mai film, amit együtt megnézünk, az a Bécsi keringők. Következzék a spoiler. Tűz van Bécsben, pontosabban egy bécsi kávézóban, aminek a felső emeletén az ifjú Strauss, azaz Sáni, énekórát ad Rézinek. Szemből a lányok irigykednek, de benyit a grófnő. He's very handsome. Egy szakács felmászik, hogy kimentse Rézit, és ez végeredményben sikerül. Sáni rossz helyen keresi a lányt, aztán belefut a grófnőbe, aki megkér, hogy írjon már neki zenét az egyik verséhez. A császári és királyi zenekar karmestere az idősebb Johann Strauss, aki a zenészek orra előtt fikázza le a fia tehetségét, akinek elege lesz és lelép. Ekkor érkezik a vers, Straussnak címezve, hogy írjon rá zenét, de ő megüzeni, hogy gagyi az egész, amin a gróf kiakad. Sáni pont a grófnővel zenélget, amikor rájuk tör a férj, de amikor megtudja, hogy ő is egy Strauss, akkor lenyugszik. Sáni rohan el újságon, hogy övé a megbízás, mire Rézinek eszébe jut egy korábbi dallam. Sáni teljesen bepörög, és a pékségben is komponál. Átmegy eljátszani a grófnőhöz, aki lesmárolja. Ugyanaz zongorázza Rézinek is, aki ráveszi, hogy dedikálja neki a művet. Szegény fiú kicsit összezavarodik, mert közben már a grófnőnek is oda dedikálta. Kiderül a turpisság, ezen Rézi kiakad, de Sáni megígéri, hogy abba hagyja a zenélést, és pék lesz. Közben a grófnő konspirál, szervez egy bulit, ahol az idősebb Strauss vezényel, és Réziék mérik a sört. Viszont Strausst átverik, hogy elkésen a koncertről, így Sáninak kell beugrani az apja helyett. A papa is befut a tapsviharra, Sáni azt hiszi, hogy Rézi hazament, ezért utána rohan, a grófnő meg Sáni után megy. Strauss beköpi őket a grófnak, aki erre szintén otthagyja a bulit, Sáni és a grófnő csókolóznak, aztán a nő elbújik, mert jön a férje. A gróf bunyózni kezd Sánival, miközben befut Rézi, de megmenti a helyzetet. Sáni kapcsol, hirtelen már Rézibe lesz szerelmes, egy kislány pedig autogramot kér a papától, amit már idősebb Johann Straussként ír alá. Ez a klasszikus félreértések vígjátéka. Nyáron a hűs szellőben, a kőszegi várszínházban imádjuk az ilyen történeteket. Aki azt mondja, hogy ez nem jó film, az nem tudja a helyén kezelni, és Hitchcockot is ide értem. Később azt mondta, hogy ő nem is csinált zenés filmet. If I made, for example, a musical, the public would wonder, when will the moment come when one of the chorus girls will drop dead. Pedig nem csak, hogy rendezett zenés filmet, de rendesen agyalt is rajta, hogy a zenét hogyan, milyen módon lehetne megjeleníteni. Arra gondolt, hogy minden filmnek kellene, hogy legyen írt filmzenéje, ezzel 33-ban bőven megelőzte a korát. Itt most adott volt a Kék Duna keringő, ami többször is megszólal a filmben, a végén például az utca népeinek, hogy amikor Sániék már bunyóznak. A mester a zeneköré építette fel a filmet, valamikor a kamera mozog ütemre, valamikor az akció történik a zenével együtt, és ott a végén, a nagy jelenetben a mozgás, a beállítások, a vágás, ez mind-mind egy nagy videóklip. Ezeknél a vígjátékoknál kötelezőek a burlesque elemek, úgyhogy van egy torta leesés, van megöntözött öntöző, imádom a pékségbe a takarítónőket, de van itt ez a figura, aki valójában halálosan szerelmes Rézibe, de semmi esélye nincsen Sáni miatt, úgyhogy a munkába menekül. I'm busy. És vannak nagyon finom, szellemes, apró bohóságok is. Itt például a kürt az előtte lévő embernek a fenekéből nő ki. Amúgy erről a snitról nekem valamiért a Shrek 3 jut eszembe. A filmet pár évvel az Anschluss előtt forgatták, úgyhogy a világpolitikai helyzet forró volt, egy kis kikacsintást azért beletett a mester. In Germany you worship titles, here in Vienna artists are greater than princes. Azt a korabeli újságok is látták, hogy a grófnőt játszó Faye Compton játéka kiemelkedik. Lehet, hogy azért volt, mert ő volt az egyetlen, aki nem veszett össze Hitchcockkal. A mester ugyanis a forgatás feléig bírt a cérnával, a nagy jelenet felvételénél kiakadt, hogy utálja az egészet.
filmesek imádják a botrányokat, úgyhogy el is terjedt a pletyka. Másnap Michael Balcon, az első producere eljött meglátogatni Hitchet forgatás közben, megkérdezte, hogy mi a baj cimbora. Kiderült, hogy Hitchcocknak nincs következő projektje, mert kirúgták mindenhonnan. Ő megbeszélték, hogy akkor csináljanak egy filmet megint együtt. Ez lett az ember, aki túl sokat tudott, de erről a következő videóban fogunk beszélni. Most megmutatom a kedvenc snittemet, ami azután jön, hogy ez a figura itt leesik a lépcsőn. A film megnézhető a YouTube-on további tudásmorzsákkal együtt, amit beteszek ide a leírásba, és már csak azt szeretném elmondani, hogy ifjabb Johann Strauss a valóságban, amikor megírta a Kék Duna keringőt, addigra az apja sajnos már régen halott volt. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról. Következő héten jön az ember, aki túl sokat tudott, amivel végre elkezdjük az igazi klasszikusok hosszú sorát.